Az ungári városvezetés egy hete hívta fel a figyelmet arra, hogy a becslések szerint 30 ezer a háború elől menekülő szemét befogadó 115 ezer lakosú megyeszékhely már képtelen több menekültet elszállásolni és ellátni, ezért a környező kistérségek vezetőinek közreműködését kérte a Kárpátok-hágóin túlról érkező menekült áradat befogadásában. Az iskoláink a városban és a különböző intézmények azok meg vannak telve, úgyhogy a város polgármestere az már kérte a környező településeket, hogyha lehet, akkor vállaljanak át embereket. Mi a 10-es iskolában, mi itt egy magyar iskola lévő embereket szeretnénk támogatni, és a gyülekezetünknek a szegényebb tagjait. Tudnunk kell azt, hogy nagyon sok fiatal amúgy is külföldön dolgozott Kárpátaljáról, és nagyon sokan ugye most egyedül maradtak, körülbelül megfeleződtek a gyülekezeteink erre az időre, és ez azt is jelenti, hogy azok maradtak itt, akik idősek, akik magukra vannak hagyva bizonyos szempontból, úgyhogy még nagyobb teher van az egyháznak a vállán. A háború kitörése óta érkeznek Kárpátaljára a segélyszállítmányok a magyarországi testvértelepülésekről, civil és egyházi szervezetektől. Ma közel 2 tonna adomány érkezett Hódmezővásárhelyről az ungvári református gyülekezethez, amiben a kárpátaljai határmenti önkormányzatok társulásának koordinációs irodája segített. Rezes József, a szervezet elnöke kiemelte, az általuk koordinált segélyszállítmányok nemzetiségtől függetlenül érnek célba azokra a helyekre, ahol most a legnagyobb szükség van rá. Gyakorlatilag, hogyha Ungvárra beszélünk, akkor Ungvár egy stratégiailag fontos település egész Kárpátalján, amellett, hogy megyeszékhely is, azt kell mondanunk, hogy a magyarsági gyakorlatilag szórványban van, és nagyon oda kell rájuk figyelni. Figyelembe véve azt, hogy Ungvár egy menekült mozgósítási gócpont a megyénken belül, azért mert a vonatokkal, központi Ukrajnában, meg a keleti megyékből, ahol harci események dúlnak, ide érkeznek meg a menekültek. Innen vannak elszállásolva tovább majd az önkormányzatokra, a környező önkormányzatokra, de jelentős részük itt marad Ungváron. Ungváron ezzel kapcsolatban tényleg probléma van, sőt a magyar iskolában is el vannak szállásolva menekültek, ennek többsége kisgyermekes anyukák, idősek és azok, akik a háború elől ide menekültek. A Ungvárral kapcsolatban a kötön keresztül, akik minket felkerestek, mi az ungvári református egyház közösséget választottuk ki, meg velük beszéltünk meg kapcsolatteremtés, és egy ilyen bázisként fogunk működni Ungvár településen, és próbáljuk ide irányítani azokat a magyarországi felajánlásokat, mint például a mai is, az utóbbi héten már a 3. ilyen felajánlás Magyarországról, mostani ugye az Lázár János képviselő úr és Grezsa István miniszteri biztos felajánlásával a Hódmezővásárhelyek adományát hozták ide el. Nagyon hálásak vagyunk nekik, nagyon köszönjük, ebből a segélyből el fogjuk látni az ungvári 10-es számú Dajka Gábor középiskolában elszállásolt menekülteket, a másik része pedig az ungvári magyar közösség, és nem csak magyar közösségnek az igényeit fogja szolgálni, azokét, akik tényleg rászorultak eddig is, és most pedig még jobban. A segélyszállítmány matracokat, párnákat, takarókat, illetve száraz élelmiszert is tartalmaz. Emellett, miután az ungvári 10-es számú Dajka Gábor iskolában javarészt kisgyermekes anyukák vannak elszállásolva, ezért számukra bébi étel, pelenka és női higiéniai eszközöket tartalmazó csomagok is érkeztek. Híder János református lelkész igyekszik minden gyülekezeti tagban tartani a lelket, hisz elmondása szerint, akik itthon maradtak, azoknak most a legfontosabb feladata, hogy segítsen a bajba jutottakon. Most ez a feladatunk, aki hozzánk fordul, azoknak mindenkinek igyekszünk segíteni. Tudjuk, hogy nem jó kedvéből fordul az ember segítségért. Úgyhogy a gyülekezeti tagjaink, akik aktívabbak, azok segítenek megtalálni nekünk azokat az embereket, akik rászorulnak, és jól elosztani. Például igyekszünk plédeket, takarókat vinni azoknak, akik bajban vannak például ezeken a menhelyeken. Vagy segítünk abban, hogy a gyerekek, akik ide kerülnek, azoknak gyerektápétel jusson. Mi itt vagyunk a helyünkön, próbálunk örtálni, imádkozunk, támogatjuk a népünket, magyarjainkat és azokat is, akik elvesztették az otthonukat, úgyhogy ők nem akartak részesei ennek a konfliktusnak lenni, és valóban elszenvedői ennek az egész mindennek. Hát reméljük, hogy
ez egyszer elmúlik, és mint egy rossz álomra úgy fogunk rá emlékezni. Imádkozunk azért, hogy minél kevesebb áldozat legyen, és eljöjjön a béke. Egyelőre tehát a segítségnyújtáson kívül most az a legfontosabb, amit tehetünk, hogy imádkozzunk a békéért.